bemutatjuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A tettes virágot küld. Tessék! Karlstrasse 63. Rudo. Igen, azonnal megyek. Tessék. Igen, volna szíves feljönni, kérem. A harmadik emelet jobbra. Köszönöm. Jó napot. Jó napot. Megkérhetném egy szívességre. Elhozna nekem valamit, egy csokor virágot. Megrendeltem itt a téren a világüzletben. Oké, fizetem is kell? Nem, el van intézve. Rudo névre. Rudo névre, elhozom. Köszönöm. Igen? Jöjjön csak be. Köszönöm. Nagyon szép. Igazán szép. Ilyen pompás csokrot soha életemben nem láttam. Nagyon sokba kerülhetett. Ide figyeljen, barátom. Aki virágon spórol, sose viszi semmire. Azonnal készen vagyok. Halló, ki ez? Halló! Halló! Megkérdezni kérem, ki az, de ne nyisson ajtót. Jó. Halló! Ki van kint, kérem? Ez meg mi volt? Központ itt a 114-es kocsi. Készítsék elő a műtőt. Lőtsebes, súlyos, mellkasi sérülés. A tettes leszaladt a lépcsőn. Többen hallották. De látni nem látta senki. Nem, nem látták. Nekem szánták. Biztos, hogy nekem szánták, semmi kétség. És a taxist találták el a golyók. Tehát csengetett valaki? Igen. Először a kaputelefonhoz mentem, megkérdeztem, ki az. Semmi válasz. Aztán hallóztam. Csend. Gondoltam, talán itt áll már az ajtó előtt. Kinéztem a kukucskálón, de eltakarta valaki a kezével. Megtudhatnám a személyi adatait. Neve. Rudo. Alexander Rudo. Egy pillanat. Itt az igazolvány. Parancsoljon. Mi a foglalkozása? Pillanatnyilag nincs munkám. A kereskedő szakmában dolgoztam mindig. Jó beosztásokban, de most újra akartam kezdeni. Ezért költöztem Münchenbe. Tehát, Rudo úr, mit gondol ön mindenről? Ki akarhatta megölni? Ki akart megölni? Rejtély előttem, nem is sejtem. Hová akart menni a megrendelt taxival? Látogatóba valakihez. Egy hölgyhez? Igen. Akit ön jól ismer. Igen. Egyébként már telefonáltam neki, és megmondtam, hogy később megyek.
Azt is megmondta neki, hogy mi történt magával? Nem akartam megijeszteni. Nézze, Rudó úr, a tettes kétségkívül azok között az emberek között keresendő, akiket ismer, akikkel valamilyen kapcsolatban áll. Hová akar menni? Ha megengedi, oda visszük. Nem, azt nem lehet. Oda nem állíthatok be rendőri kísérettel. Hát megértem, hogy ez kellemetlen önnek. Épp ma tartjuk az eljegyzésünket. Egy kis családi ünnepségre kerülne sor. Egészen szűk körben. Közölni a hölgy nevét és címét? Én és Baruda asszony véletlenül ismerkedtünk meg egy teniszpályán. És az ismerettségünkből nagyon szép kapcsolat lett. Ki ez a Baruda asszony? Kérem, beszéljen róla. Baruda asszony özvegy, a férje 5 éve halt meg. A körülményei, vagyis az anyagi körülményei nagyon jók tudomásom szerint. És remélem megértik, milyen kínos nekem most beállítani hozzá, és azt mondani, hogy meg akar gyilkolni valaki. Várjon. Újra megkérdezem. Mindenképpen be kell jönniük? Nem egészen értem magát. Nem azt mondta, hogy Baruda asszonnyal, szóval, hogy feleségül akarja venni. De... Most mégis elhallgatná előtte, hogy rálőttek magára? Igen, jobban szeretném, mert nagyon megijedne ettől, pedig szeretném megkímélni. Nem mehetnék be először egyedül hozzá. Hát jól jöjjenek. Nagyon ideges a fickó. Végre, Alexander, csak hogy végre itt vagy. Már azt hittem, hogy mégis meggondoltad magad. Jó napot. Ezek az urak rendőrfelügyelők, a bűnügyi rendőrségtől. Bűnügyi rendőrség? Igen, a nevem Derrick. Bocsásson meg a zavarásért, asszonyom, de az történt, hogy Rudó úr ellen valaki gyilkossági kísérletet hajtott végre. Úristen, ez igaz? Igen, kész őrület az egész. Háromszor belőtt a csukott ajtó. Ja. A golyók egy taxist találtak el. Igen, én rendeltem oda, elhozta nekem a virágcsokrot. Á, a csokrot, kint hagytam a kocsiban. Tehát ő állt az ajtónál, és őt találták el. Jóságos Isten. Azonnal kórházba vitték, és mindnyájan reménykedünk, hogy életben marad. És neked? Neked nem esett bajod? Ne, nekem nem. Fáradjanak be. Köszönjük. Képzeljétek, gyilkossági kísérlet történt. Alexander az imént rálőttek. Mit beszélsz, Vera? Hogy rálőttek? Kire lőttek? Alexanderrel lőtt rá valaki az előszobája ajtaján keresztül. Ez valami tréfa? Nem, tréfának meglehetősen rossz lenne. A nevem Derrick, gyilkossági csoport. A társam Klein úr. Hogy gyilkossági csoport? Hiszen ha valaki rálőtt Rudóra, akkor nyilvánvaló, hogy elhibázta. Nyilvánvaló, persze. A lövések a taxist találták el, akit Rudó úr magához rendelt. Ez bizony hihetetlen história. Tud valami magyarázatot rá? Magának tudnia kell, miért történt. Sejtelme sincs, hogy mi lehet az oka. Igen, nem tudom, mire vélni. Úgy, nem tudja, mire vélni. És a tettes el tudott menekülni? Nagyon furcsa. Egy lépcsőházi lövöldözésnek biztosan van tanúja. Nincs. Sajnos nincs. És miért jöttek ide? Azért, mert szeretnénk beszélni Baruda asszonnyal. Most csak vele. Nagyon bánt ez az egész. Elhihetik, nem így képzeltem el az eljegyzés napját. Ez úgy ért, mint derült égből a villámcsapás. Úgy, igazán. Én pedig biztos vagyok benne, hogy tudja, miért történt, csak eltitkolja. Mert kétség kívül a személyével kapcsolatos a dolog. Él a taxis? Milyen súlyosan sebesült meg a lövésektől? A mentős azt mondta, reméli, még élve jut el a kórházba.
Én úgy tudom, özvegyasszony. Igen. A férjem 5 évvel ezelőtt halt meg. És most újból férjhez akar menni. Igen, Rúdó úrhoz. Azt terveztük, hogy ma tartjuk meg az eljegyzést csak szűk körben. Azokkal az urakkal, akik itt vannak. Mióta ismeri Rúdó urat? Hát, egy hónapja, azaz 5 hete. Ő azt mondja, hogy csak 2 hónapja van Münchenben. Igen, előzőleg Hamburgban lakott. Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf rendkívül nyughatatlanul élt azelőtt. Nyughatatlanul? Nos, nem volt soha elégedett önmagával, a foglalkozásával. Kereskedő? Igen, vagyis alkalmazott. Nem talált soha olyan állást, amely kielégítette. Tudna valamit a kapcsolatairól is mondani? A kapcsolatai? Nem tudom, mire gondol. Hát, hogy milyen körökkel érintkezett, kik az ismerősei, a barátai. Itt Münchenben nagyon kevés az ismerőse, és azok közt egyetlen olyan sincsen, aki a halálát kívánná, akiről feltételezni lehetne, hogy éppen egy ilyen embernek, aki maga a szeretetre méltóság, maga a kedvesség. Apa, veled akarnak beszélni. Ön ugye az após a Baruda asszonynak, uram. Igen. Ön is itt lakik ebben a házban? Nem. Én építettem valamivel a háború előtt ezt a házat, de aztán elköltöztem, amikor a fiam feleségül vette vele. Nem óhajt leülni, kérem. Köszönöm, nem. A fia tehát meghalt. Igen. Már 5 éve. Teljesen váratlanul az íróasztalnál. Egy ember, aki csak is a munkájának ért. Mióta ismeri Rúdó urat? A menyem mutatta be nekem néhány hete. Azt mondta, képzel csak, apa, egy elragadó emberrel ismerkedtem meg. És az ön benyomása? Nos, az első benyomásom nem volt rossz. Egyáltalán nem. Jó fellépési férfi. Kifogástalan a modora. Eladó típus. Hogy eladó típus? Az. Így nevezzük a cégnél az olyan embereket, akiknek megvan az az Isten áldotta képességük, hogy meggyőzzék a vevőt. El tudnak adni bármit. Elsősorban magukat? Persze. Elsősorban önmagukat. Az az érzésem, hogy ön nem értett egyet a menye választásával, így van? Legyünk pontosak. Számomra mindennél több a család. Nehezen tud más ember megfelelni annak a mércének, amit önmagam elé állítok. Fenntartásaim voltak, és vannak ma is. Léna úr, ön a társtulajdonos a vállalatnak, amely... Igen, üzlettárs vagyok a cégben, amit Baruda, Richard Baruda hagyott a feleségére. Együtt vezetjük az üzletet, és persze barátok is vagyunk. Már hosszú évek óta. Úgy szólván ő családtag vagyok itt. Igen, igen. Akkor feltehető, hogy Baruda asszonya választatját igen korán bemutatta önnek. Hogy? Mi a személyes véleménye Rúdó úrról? Számomra az az ember egy vaktojás. Nem tudná egy kissé érthetőbben kifejteni? Van olyan ember, aki belül csak levegő. Nincs magja. Férfi esetében nem mindegy, hogy valaki-e vagy sem. Na persze, talán tévedek. És ő mégis valaki. De olyan valaki, akire emiatt rálőnek. Ön tehát Léna úr fia, Walter Léna. Ön is a vállalat munkatársa? Nem. Én nem vagyok üzletember. Az apám szerint én épp az ellenkezője vagyok. Akkor talán művész? A művészethez az kell, hogy amit érzünk belül,
Azt ki is tudjuk fejezni. Az érzést formába önteni. Igen, gondolom, ez kell a művészethez. És én ezt nem tudom. Akkor biztosan akad bőven személyes gondja vaja. Mit tud Rúdóról? Semmit a világon. Nem tud valami olyasmiről, ami talán összefüggésbe hozható ezzel a merénylettel? Nem. Ám bár lehetséges, hogy ez az ember vonza a büntettet, azért, mert maga is bűnöző. Igen, Baruda úr a nagyapám. És ő itt él ebben a házban? Igen, mert a szüleim elváltak. Apám a boldogságát egy másik nőnél keresi Amerikában. Nem tudom hol, nem állok semmilyen kapcsolatban vele. Az anyám pedig beteg. Itt él egy közeli szanatóriumban. Ezért vett magához a nagyapám, vagyis hát a nagynéném, hiszen ez a ház az övé. Mit tud mondani Rúdó úrról? Ugyan mit tudnék? Nem találkoztam vele túl gyakran. Mire kíváncsiak? Valószínű, hogy a tettes a környezetében keresendő. Mindenkit megkérdeztünk, tud-e valamit mondani erről? Én csak egyet mondhatok maguknak. Nekem ez az ember szörnyen ellenszenves. Miért ellenszenves magának? Megvan róla a véleményem. És min alapul? Lehet ezt pontosan megindokolni? Nekem ez az ember túl szívélyes, túl szeretetreméltó. Túlságosan behízelgő. És mindez azt sugallja, hogy nem őszinte. Tulajdonképpen mi folyik itt? Kihallgatást tart a rendőrség a házamban? Nagyon úgy látszik. Mit mondhat az apósom a történtekről? Vagy Lénau, és Walter, vagy Udo? Hiszen az egész máshol a házunkon kívül játszódott le. Hát ezek szerint ebben a házban Rúdónak nincsenek barátai. Nincsenek. Hát majd csak az, hogy mégsem tudtunk meg semmit, ami valahogy előbbre vinne. Sem valamilyen konkrét szeméről, sem pedig valamilyen konfliktusról. Egy tény van. Az egyetlen tény az a képtelen tett, hogy valaki felsétál a harmadik emeletre és megereszt 3 lövést. Szerintem az a fickó vagy egy hidegvérű profi lehetett, mert mindenképpen számíthatott arra, hogy észreveszik, vagy olyas valaki, akit vak gyűlölet hajszolt ebbe. És az a Müller, aki kimondja, hogy Rúdó szörnyen ellenszenves neki? Hát nem tudom, hogy akkor is kimondaná, ha ő lenne a tettes. Hadd kérdezzek még valamit, csak most jutott az eszembe. Nem lehet, hogy a merénylet megismétlődik? Amíg nem tudjuk ki a tettes és mi az indítéka, nem zárhatjuk ki a lehetőségét. Rúdó úr, kérem, maradjon otthon. Valószínűleg újra felkeressük majd. Kérem. Köszönjük mindent, viszontlátásra. 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 Harry? Nézd csak, itt van még a virágcsokor a kocsiban. Az öné. Ez meg mi? Én hoztam neked. Köszönöm. Köszönöm, Alexander. Először is utána nézünk, miféle fickó ez a Rúdó úr. Nagyon szépek. Gyönyörű szép rózsák. Köszönöm. De magad is hallottad, mitől kell tartanunk. Az a merénylet megismétlődhet. Nem engedhetem, hogy ezek után a lakásodban maradj.
Most mindjárt oda megyünk. Elhozzuk a holmidat, és ide költözöl. Ide? Igen, ide, ebbe a házba. Alexander ide költözik. Ide költözik a házba. Mit szól ez, Lena? Nem hiszem, hogy jó ötlet. Miért ne lenne jó ötlet? Hiszen hallottátok, az a gaztet újra megtörténhet. Alexander nem mehet vissza oda. Az a megfontolandó, nem keveredünk-e így mi is bele egy egyelőre homályos, tisztázatlan ügybe? Igen, nekem is ez a véleményem. Hát én nem értetek meg semmit. Alexander talán életveszélyben van. Már is megyünk a lakásodra. Udo, segítesz nekünk? Én? Miben segítsek? Egy pár holmiát hozzuk el. Hová akarod itt költöztetni? Nincs elég helyünk ebben a házban. Gyere. Igen, büntetve volt. Házasság szédelgésért. És ezzel kapcsolatos csalásért. Szóval házasság szédelgő. Általában hamis néven férkőzött a nők bizalmába, házasságot ígért és kölcsönt kapott tőlük nem létező üzleti terveihez. A bevált régi lemez. Kétszer helyezték vád alá, és mind a kétszer elítélték. Feltehető, hogy jó néhány más esetben a károsult nők egyáltalán nem fordultak a rendőrséghez. Megint a régi nóta. Melyik korábbi eset játszhat szerepet az ügyben? Vagy új eset van mögötte? Udo, segíts neki! Ugyan, már ennyi terhet talán ő is elbír. Köszönöm. Nekem ne köszöngesse. De megteszem, mégpedig őszintén. Gyere, kedvesem, szállj be. Mit tegyünk most? Mindenek előtt Rudót hallgatjuk ki, ez kézenfekvő. Tessék? Igen, tessék, Baruda asszony. Á, igen, értem. Egy perc türelmet. Rudó oda költözött hozzá. Mondd neki, hogy oda megyünk. Asszonyom, akkor oda megyünk még egyszer a kollégámmal. Egy óra múlva. Viszontlátásra. A vendégszobát fogja kapni, ott mellette van Udo. Így Udónak alkalma lesz, hogy nyitva tartsa a szemét. Nem zárhatjuk ki annak lehetőségét, hogy a tettes az a tébolyodot megpróbál majd ide is bejutni. Apa, te nem helyesled? Akkor talán meggondolnád? Nem. Igen. Apa, én nem tehetek másként. Megmutatod Alexandernek a vendégszobát? Szeretnék most egy pár szót váltani még Udóval. Udo, mi van veled? Zavar a kapcsolatom Alexanderral? Nem tetszik neked? Nem. Nagyon nem tetszik. Udo. Ez a férfi mindennél drágább nekem. Drágább. Mindennél drágább. Mi az, hogy mindennél? Az életem ő nélküle már nem érne semmit. Ugyan, Vera, hogy mondhat ilyet valaki? Ez azért mégiscsak túlzás. Egyáltalán nem túlzás, ez így igaz, rájöttem. Igen, ma jöttem rá. Segíts nekem, Udo. Te megőrültél, Vera? Komolyan, hisz elvesztetted minden önérzetedet. Nem lehet egy ember ennyire rabja egy másik embernek. Ez nem normális, ez már betegség. Akkor beteg vagyok. Köszönöm, Baruda úr. Hálás vagyok önnek. Már pedig arra magának semmi oka sincs. A világon semmi. Na, hogy tetszik a szoba? Nagyon. Igazán gyönyörű.
Ebben a szobában nőtt fel a fiam valamikor. Ez volt akkor a gyerekszoba. Nézze, Varuda úr, tudom, hogy nem lát szívesen a családban, és érezteti velem az ellenszenvét minden alkalommal. Adjon egy lehetőséget. Ugyan mire? Jó napot, Müller úr. Megint mi vagyunk. Jó napot. Azért jöttünk, hogy beszéljünk Varuda asszonnyal. Egy pillanat, négy szemköt szeretnénk beszélni vele. Jó napot, asszonyom. Jó napot. Tessék, jöjjenek be. Köszönjük. Nem foglalnak helyet? Nem, köszönöm, nem. Sajnos közölnöm kell valamit magával, ami nem éppen kellemes. Mi az? Rudó úr büntetett előéletű. Kétszer ítélték el, a bűne mind a kétszer csalás volt, és az ahhoz kapcsolódó házasság szédelgés. És ezért mind a két alkalommal börtönbüntetést kapott. Egyszer 4 évet, egyszer pedig 3 évet. Tehát maga tudja? Igen, amint látja. Elmondott nekem mindent. Mikor mondta el? 2 nappal ezelőtt. És ön ennek ellenére a felesége lesz? Igen. Vétett a törvény ellen. És ami büntetés jár érte, azt megkapta. 2 ízben. Előttem és a törvény előtt is, azért, amit tett, megbűnődött. És Rúdó úr büntetett előélete. Mások előtt is ismeretes már a házban. Nem, nem tudja senki. És szeretném, ha nem is tudná meg. Akkor beszélhetnénk most Rúdó úrral? Csak nem vetik most ezeket a régi ügyeket a szemére. Ez már a múlté. Csak ugyanígy van. De mi úgy hiszük, hogy a gyilkossági kísérlet összefügg ezekkel a múltbeli ügyekkel. Elmondta neki. Ez elképesztő. Vajon miért tette? Ezek szerint a pasas nagyon biztos lehet az asszony vonzalmában. Amit hallom, önök mindent tudnak. Megmondtam előre Baruda asszonynak, hogy biztosan így lesz. Nyilvánvaló volt, hogy megindítják a gépezetet, és megtudják a viselt dolgaimat. Amit látom, megtörtént. Tudják, hogy büntetve voltam. Maga elmondta ezt Baruda asszonynak? Igen, mert jobbnak láttam, ha most tisztázok mindent. Attól féltem, hogy esetleg később jut valahogy a tudomására. Gondoltam, jobb mindent elmondani, ameddig nem késő. Beszéljünk őszintén. Maga nem csak 2 nőt csapott be és tett szerencsétlenné. Sok ellenséget szerzett magának. Csak az a kérdés, mennyi ellenséget? És főleg, hogy kik azok? Az a gyanúm, hogy ezt az embert kihallgatják a rendőrök. Valaki elkövetett egy büntettet, csak hogy az okai nyilván ő benne van. Te, Vera, nem osztod a gyanúmat? Egészen biztos, hogy tévedsz. Nem, egyáltalán nem biztos, kedves Vera. Majd ellenőrizzük, amit elmondott. Természetesen. Mára végeztünk, asszonyom. Viszontlátásra. 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 Nincsen semmi ok arra, hogy halogassuk az eljegyzést. Még ma este megtartjuk. Megmondanád Lina Wake-nak, hogy hétre várom őket? Elhiggyem, hogy a Baruda házban senki nem tudott Rúdó előéletéről, hogy házasság szédelgő. Szerintem, ha tudtak volna erről, akkor figyelmeztették volna az asszonyt. Azt mondták volna neki, tudod ki ez az ember, akit választottál? Ez lenne normális. Egy ember felmasíroz a 3. emeletre, vaktával egy ajtóba lő. Én ezt nem értem. Hát miért nem várt addig a pasos, amíg ajtót nyitnak? Itt valamiféle őrület szabadulhatott el. Nem tudom másnak nevezni. Az is könnyen lehet persze, hogy az ügy igazi hátterét még nem is sejtjük. Hát mégis meg lesz. Nem tántoríthatja el semmi. Nem. A rabja lett, a rabszolgája.
És az az alak most itt lakik. Igen. Hol lakik? A vendégszobában. Legalábbis oda vitte fel a csomagjait. Hálni gondolom máshol hál. Nem akartam eljönni, de nem találtam semmi kifogást. Nem is akartál találni. Nem akartam. Miért nem jöttök át hozzánk? Walter? Walter. Ne haragudj. Mi lehet-e a fiút? Mi ez az zaklatottság? Ha nem tudnád, az ő szemében szent vagy. Aki épp most készül a sárban hemperegni. Semmi baj, Vera. Alexander, kedvesem, légy szíves, bontsd ki a pezsgőt. Ez a pillanat nagyon nagy pillanat az életemben. Többet jelent nekem mindennél. De ezzel kapcsolatban el kell mondanom valamit, mielőtt esetleg máshonnan tudnátok meg. Alexander büntetett előéletű. Nem értem. Nem is csodálkoztok? Tudtatok róla? Nem tudtunk róla. De légy szíves, folytasd. Megtudhatnánk, milyen bűnt követett el? El kell mondani nekik, Alexander. Elítélte a bíróság 2 évben. Több év börtönre, mert csalást követett el és házasságszédelgést. Házasságot ígért 2 nőnek, azzal a csaló szándékkal, hogy ezáltal anyagi előnyökhöz jusson. Mi nevetsz? Csak eszembe jutott, hogy ez is a pénzszerzés egyik módja. Nem szép módja. De ha belegondolok, rendkívül kellemes. Nagyon kérlek, hadd fejezzem be. Alexander elmondta nekem. Szépítgetés nélkül elmondott mindent. Nem kímélte magát, még csak mentséget sem keresett rá, pedig van mentsége, biztosan van. Teljesen őszinte volt. És én elhiszem neki, hogy megváltozott. Teljesen megváltozott. Hogy egészen más ember lett, mint amilyen valaha volt. Igyunk, Alexander. Én nem iszom. Udo. Meg kell értened, Vera. Én nem kocinthatok egy házasság szédelgővel. Egy ilyen ember tette tönkre egykor az anyámat, mintha nem tudnád. Bocsáss meg nekem, Udo. Miért nem siet utána maga hölgyek öröme? Az eljegyzés, úgy látom, elmarad. Vera, én itt hagyom ezt a házat. Itt reménytelen a helyzetem. Hogy mondhatsz ilyet, hogy itt hagyod a házad? Hallani sem akarok erről. Mit mondott neked, Udo? Valami történt az anyjával. Igen, a sógornőmmel.
Eleve roncs lett szegény egy férfi miatt, aki aljasul visszaélt az érzelmeivel. Öngyilkos akart lenni, altatóval. Az utolsó pillanatban találtak rá, és helyrehozhatatlan károsodást szenvedett. Mi a baja? Az agya károsodott súlyosan. És most hol van? Egy idegszanatóriumban. Csak is orvosi felügyelet alatt élhet. Akkor megértem Udót. Igaza van. Nem haragudhatok rá. Igen. És meg is mondom neki, hogy nem veszem zokon a viselkedését. És ezt jól teszed. Istenem, de boldog lennék, ha megbékélnétek. Miért akartok már is elmenni? Walter? Azt hiszem, Vera, idő kell ahhoz, hogy ezt megemészszük. Nekem legalábbis idő kell. Gyere, Walter. Add ki a pasas útját, Vera. Add ki az útját. Vera épp most mondta el, mi történt az édesanyjával. Akkor hát tudja. Tehát megpróbált öngyilkos lenni. Igen, altatóval. Mire megtalálták, valójában már halott volt. Bár csak hagyták volna inkább meghalni. És egy férfi volt az oka? Igen, elhagyta és becsapta. Ő meg úgy érezte, mindennek vége. Te maga nyilván jól ismeri az ilyen nők lelki állapotát. Neki mélyen meg semmitől. Tudom, hogy folt van rajtam valóságos bélyeg, és ezt nekem el kell viselnem. El lehet ilyesmit viselni? Megpróbálom. Megpróbálok élni most már becsületesen, és nem felejtve el azt, amiért megbűnhődtem. Ez szépen hangzik. Udo, nekem nagyon fontos lenne, hogy mi ketten megértsük egymást. Na persze. A baj csak az, hogy az események menetét nem mi irányítjuk. Ha már megindultak. Túl van már az életveszélyen. Néhány percig beszélhetnek vele. A második ajtó balra. Köszönjük, doktor úr. Hangot. Nem hallottam semmit. Az égvilágon semmit. Nem hallottam. És sem is láttam. Sikerült megtudni, hogy ki lőtt. Nem, még nem tudjuk, hogy ki volt az. Hát akkor csak vigyázzon magára, hogy minél előbb talpra álljon. Házas ember, ugye? Nem. De a családja Münchenben él. Nincs nekem senki. Hát pedig, mint látom, szép virágot kapott. Azt se tudom, hogy kitől. Micsoda? Azt se tudja, kitől kapta. Egy küldönc hozta a virágot egy üzletből. Melyik üzletből hozta? Nem tudom. Köszönöm, nővér. Kérem. Egy pillanat, lenne még egy kérdésem. Érdeklődött valaki a sebesült hogylétéről? Igen. Tegnap kétszer is telefonált valaki. És egyszer ma reggel. Férfi vagy nő érdeklődött? Egy férfi. De a nevét nem tudom, nem mondta meg. Nagyon megkönnyebbült arra a híre, hogy már elmúlt az életveszély. Ah, köszönöm. Kérem. A tettes virágot küld. Nyilván bántja, hogy nem az igazit találta el. Sajnálja és megkönnyebbül a hírre, hogy életben maradt. Minél többet meg kell tudnunk Barúdáról, a nő apósáról, Lénáról, az üzlettársról, a fiáról, Walterről és Udo Müllerről, az öreg unokájáról.
Miféle emberek ezek? Hm? Mi az a közös nevező, ami összekapcsolja őket, és mire készülődnek? Értesüléseink szerint, Léna úr, önnek nagyon jó a kapcsolata Baruda asszonnyal. Remekül tudnak együtt dolgozni, és állítólag úgyis, mint magánemberek, nagyszerűen megértik egymást. Tudakozottunk e felől? Igen, így van. De mondja, hol tudakozottak róla? És mindenek előtt miért? Indíték lehet mögötte, kertelés nélkül kimondom. Ön is elvesztette a házastársát, tehát könnyen fölmerülhetett önben az a gondolat, hogy Baruda asszonyhoz köti az életét. Talált. Tényleg ez volt az elképzelésem. Vera Baruda csinos nő, jó ízlésű és művelt. Ráadásul a fiammal is jó kapcsolata van. Megkérdeztem tőle, hogy akar-e a feleségem lenni. Nemet mondott. Most, hogy tudja, milyen gondolatra jut. Arra, hogy van-e fegyvere? Hogy van-e fegyverem? Van fegyverem, persze, hogy van. De nem rohangálok vele idegen lépcsőházakban, és nem lövök át ajtókat. Itt tartja a fegyverét? Nem itt tartom, hanem otthon. Megengedi, hogy alkalomattán megnézzük? Akármikor. Most is? Hát persze. Walter, a rendőrségi urakkal jövök, tudod? Elméleteket gyártanak. Jöjjenek, uraim. Köszönjük. Jó napot. Á, te is itt vagy. Akkor legalább megtudod te is. Jó napot. Arról kérdeztek, van-e pisztolyom, és meg kell mutatnom. Egy kis türelmet, a dolgozószobámban van. Mit kérdeztek tőle, hogy van-e pisztolya? Igen, de felesleges aggódnia. Ezek rutin kérdések. Önök jó barátságban vannak egymással? Igen. Nagyon jó barátok vagyunk. És maga szinte otthon van a házban. Nem túlzás ezt mondani. Nem találom a pisztolyomat. Sajnálom, kérem. Az íróasztal fiókomban volt, de nincs már ott a helyén. Te sem tudod, fiam, hová tűnhetett? Nem. Itt a fegyverviselési engedélye? Tessék. Köszönöm. Tehát egy 765-ös Walter. A taxis megsebesítő golyókat szintén 765-ösből lőtték ki. Mit akar ezzel mondani, kérem? Csak annyit, hogy a két fegyver kalibere megegyezik. Volnának szívesek most mind rámondani egy szöveget erre a magnóra. Miféle szöveg? Felírtam, hogy mit. Ez az. Tessék. Ha remélnek ettől valamit, kérem. Mehet? Beszéljen. Bocsásson meg, egy kérdésem lenne, nővér. Úgy tudom, bevittek az osztályukra egy taxisofőrt lőtt sebekkel. Hogy van az az ember? Köszönöm. Kérem. Tessék. Bocsásson meg, egy kérdésem lenne, nővér. Úgy tudom, bevittek az osztályukra egy taxisofőrt lőtt sebekkel. Hogy van az az ember? De én előbb tudni szeretném, hogy mi a céljuk ezzel. Meghallgattatjuk valamennyiük hangját a nővérrel, talán emlékszik a hangra. Vagy úgy. De biztos, hogy nem fog emlékezni. És ha igen, ez akkor sem lehet bizonyíték. Ha erre épül egy vád, bármelyik védőügyvéd halomra dönti. Nincs jogom megtagadni? Csak akkor meg kell kérdeznünk, miért tagadja meg? Na jó, mondom. Bocsásson meg, egy kérdésem lenne, nővér. Úgy tudom, bevittek az osztályukra egy taxisofőrt lőtt sebekkel. Hogy van az az ember? Köszönöm. Beszélhetnék most néhány percig magával. Szabad kérnem az urakat, hogy hagyjanak magunkra? Hogy ne kérem. Müller úr, az édesanyja egy szanatórium lakója. Igen. Néhány évvel ezelőtt, amikor fájdalmas csalódás érte egy csaló miatt, öngyilkosságot próbált elkövetni. Igen. Életben maradt, de sosem épült fel. Ápolásra szorul azóta is. Ez valóban így van, igen. És ön találkozik egy emberrel, aki ilyen csalásért volt büntetve, és most a nagynénjét el akarja venni. Értem már. Igen, a pasas ellenszenves, nekem utálom. De az önök logikájában hiba van, hiszen amikor arra az emberre rálőttek, a nagynéném nem közölte még velem, ki is valójában a választottja. Hiszen ezt nekem, azaz mindnyájunknak csak tegnap este mondta el. Mit csináljak? Csak hallgassa meg, és mondja meg, hogy ismeri-e a hangot. Bocsásson meg, egy kérdésem lenne, nővér. Úgy tudom, bevittek az osztályukra egy taxisofőrt lőtt sebekkel. Hogy van az az ember?
Lehetséges, hogy ez az ember telefonált ide? Nem, egészen másan volt. Talán ez? Bocsásson meg, egy kérdésem lenne, nővér. Meglátod, rendbe jön minden. Csak légy türelmes még egy kicsit. Türelmes leszek. Te már itthon vagy? Igen, és rátok várok. Azt akarom megkérdezni, nincs-e kedvetek kirándulni? Hogy ne lenne, Udo, hogy ne lenne kedvünk, ez nagyon jó ötlet. Örülök mindennek, ami az életünket, a közös életünket rendbe hozza. Szívesen veled tartunk, ugye, Alexander? Igen. Udo. Hova? Az Éhovba. Nem találtál más lehetőséget? Nem, nagyapa. Egyikük hangját sem ismerte fel. Ez a kis túra igazán jó ötlet volt tőled. Köszönöm, hiszen ez a jó indulat jele. Ne köszönd, Vera. Csak azt teszem, amit tennem kell. Meg, Udo! Ide hozom. Miért? Miért ne? Mi van itt, Vera? Miért hoztál ide? Hogy mindent félre söpörjünk az útból. Itt van az a szanatórium, amelyikben Udo anyját ápolják. És mit keresünk mi itt? Engeded, hogy tovább menjek? Igen, menj tovább. Jó napot, Müller úr. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Mária? Alexander! Te ismered Máriát? Honnan ismered Máriát? Alexander!
Alexander! Mikor tudtad meg? Csak pár napja. Miért nem szóltál nekem semmit? Meg akartalak kímélni. Te mondd meg, hogy megálljak-e. Megengedi, asszonyom, hogy bemenjünk? Természetesen. Egy kis türelmet, mindjárt jövök. Az ápolónő egyikük hangját sem ismerte fel. De a négy közül egy még hiányzik. Igen, Baruda úr, az ön hangjáról van szó. Megkérem, mondjon a telefonba ennyit. Bocsásson meg, egy kérdésem lenne, nővér. Úgy tudom, bevittek az osztályukra egy taxisofőrt, lőtt sebekkel. Gréta nővért kérdezik. Hogy van az az ember? Gréta nővér? Igen, itt Klein felügyelő. Egy pillanat, egy új hang következik. Kérem, jöjjön ide. Mi Hamburgban laktunk. Az apám faképnél hagyta a családját. Máról holnapra, és egy szó nélkül szökött meg. Nagyon brutális dolog volt. Évekig is eltartott, amíg anyám valahogy kiheverte. Én akkor egy évre tanulni mentem Londonba. És ott váratlanul vidám és izgatott leveleket kaptam anyámtól. Azt írta, megint boldog. Egy nagyszerű emberrel ismerkedett meg, akit szeret. Telefonált nekem, és azt mondta, talán mégiscsak volt értelme annak, hogy annyit szenvedett. De mielőtt még én is megismerkedhettem volna vele, elhagyta anyámat ő is. Máról holnapra. Csak előzőleg minden pénzét kicsalta tőle. Anyám pedig meg akart halni. És ha belegondol, az ember tulajdonképpen meg is halt. A rendőrséged tett feljelentést? Igen. De mint kiderült, az ember hamis nevet adott meg, és nem bukkantak rá. Aztán a nagynéném bemutatta Alexander Rudót. Egy Hamburgból való férfit, aki rendkívül megnyerő és szeretetre méltó volt. Egyébként is megfelelt a leírásnak, amit egykor anyámtól kaptam. Elmondtam a dolgot a nagyapámnak és Lénaóéknak. Azt mondtam, talán ez az az ember. Nem biztos, hogy az, de lehetséges. Akkor valahogyan szereztem egy fényképet Rudóról,
és elmentem vele a szanatóriumba. Szervusz, mama. Hogy érzed magad? Jó színben vagy ma. Örülök, hogy láthatlak. Féltem megmutatni a képet anyámnak. Tétováztam, megzavarja-e a nyugalmát. De nem volt más választásom. Megmutattam a képet. Ismered ezt a férfit? Ő pedig ráismert. Ő volt az. És miért nem mondta meg valamelyikük Baruda asszonynak őszintén az igazat? Én nem engedtem. Azt mondtam, kockáztassuk meg, hogy ő is elveszítse az eszét. Tartoztam annyival a családomnak, hogy más megoldást találjak. Megoldást? Igen. És örülök, hogy végre kimondhatom. Én tettem. Én vettem ki Lena a fiókjából a pisztolyt. Nagyon sajnálom, hogy ártatlan embert találtak el a lövések. És ha valóban megváltozott? És nekem mindent őszintén bevallott. Bemutattuk a Derrick című bűnügyi sorozat filmjét. A tettes virágot küld. Írta Herbert Reinecker. Derék főfelügyelő, Horst Appert, magyar hangja Szabó Ottó. További magyar hangok. Gálvölgyi János, Dallos Szilvia, Tilla Tilla, Tolnai Miklós, Pusztaszeri Kornél, Németi Ferenc, Rátóti Zoltán, Sörös Sándor. Magyar szöveg Asztalos József. Hangmérnök Láng Noémi. Rendezőasszisztens Szőnyi István. Vágó Katona Edit. Gyártásvezető Dudás Ica. Szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdióban készült. A filmet fényképezte Dietmar Graf és Thomas Gitt. A filmet rendezte Helmut Eschlich.